Október 1-én a Budai Millenárison ünnepelte fennállásának 10 éves jubileumát a MOL Új Európa Alapítványa. A szervezet immár egy évtizede támogatja a 18 évnél fiatalabb sportolókat, művészeti és tudományos tehetségeket, valamint a gyermekgyógyító programokat végző civil szervezeteket. Az egésznapos családi rendezvényen a fiatal tehetségeken kívül az Új Európa Alapítvány eddigi támogatottjai is részt vettek. Köztük volt Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, valamint a MOL csapat képviseletében az ötszörös olimpiai aranyérmes Kozák Danuta kajakozó és 100 emese párbajtőröző, a riói olimpia bajnokai. Az elmúlt 10 évben több mint 1 milliárd forintot költöttünk tehetségtámogatásra, illetve gyermekgyógyításra. 4000 sportolót, művészt, fiatal tehetséget karoltunk föl. Több mint 80 ezer gyerekhez jutottunk el a gyermekgyógyító programjainkon keresztül. 2006-ban az elsők között pályázhattam az Új Európa Alapítványnak a támogatására, és azt el is nyertem, akkor felszerelésre volt szükségem, és ebben tudtak támogatni. Tudtam olyan kardokat, védőfelszerelési sisakot, lamét, plasztont venni, amivel el tudtam indulni a versenyeken és nemzetközi mezőnyben is meg tudtam állni a helyemet. A 10 éves születésnapunk alkalmából szerettük volna megmutatni mindazokat a tehetségeket, illetve civil szervezeteket, akiket a tehetségtámogató program vagy a MOL gyermekgyógyító program keretében támogatni tudtunk. Nyilván több ezer tehetséget, több száz civil szervezetet nem lehet. Egyszerre ezért kiválasztottunk közülük 50-et, akikről úgy éreztük, hogy a munkásságuk, pályafutásuk jól reprezentálja mindazt, amit az alapítvány 10 év alatt tett. Őket közönségszavazásra bocsátottuk, és megkértük a közönséget, hogy válasszák ki, kik lehetnek közülük az Új Európa Alapítvány jubileumi arcai. A közönségszavazás eredményeként került kiválasztásra 5 tehetség, illetve 5 civil szervezet, akik ezt a címet elnyerték, és ezzel együtt 1 millió forint további támogatást, amelyet a munkájukra vagy a pályafutásuk finanszírozására fordíthatnak. A díjátadón beszédet mondott Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, valamint az esemény fővédnöke, Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége is. Maga eleve az elismerés, tehát hogy nem egy népszerű sportba egy ekkora elismerést szerezni, önmagában is hatalmas megtiszteltetés. Hatalmas elismerés ez számomra. Végül is azt mondják, hogy hát mit rajta van a díjon is, hogy a legeredményesebb sportoló. Ezt nem tudom elmondani, még nem tudom szavakba önteni. Nekünk az a legfontosabb, hogy ismert lett az intézményünk, ismert lett az alapítványunk, és az autizmus egy picit talán a köztudatba belekerült sokkal jobban, mint ahogy esetleg az átlag mindennapokban megfordul. Nagyon-nagyon jó érezni azt, vagy jó volt érezni az elmúlt hetekben azt, hogy hányan kampányoltak, hányan gyűjtötték a szavazatokat. Szóval, hogy lehet, hogy speciális területet fogunk le, de nagyon sokan vannak mögöttünk. Az olajcég az mit csinál? Keressük a földben a kincset, az olajat. Megkeressük, nagyon fáradtságos munkával. Felhozzuk, átalakítjuk és eladjuk. A tehetségtámogatás kicsit ugyanez. Keressük a kincset, keressük a tehetséget, egészen kiskorban, 12-13 éves korban. Hosszú éven keresztül elkísérjük őket, segítjük őket, hozzájárulunk a felkészülésükhöz, hogy aztán 10 év múlva adott esetben sikeres sportolók, olimpikonok, művészek legyenek. Úgyhogy nagyon illeszkedik ez hozzánk, azért is csináljuk ilyen formában ezt a dolgot, meg hát azért csináljuk, mert hogy azt gondoljuk, hogy a tehetségek lesznek képesek arra, hogy előre mozdítsák ezt az országot.